Immár közel egy éve megtekinthető a püspökladányi képzőművészeti kör kiállítása a Sárét Kincse püspökladányi gyógy és strandfürdő gyógyászati részlegén. A dolgozók és a kezelésekre járók körében egyaránt pozitív fogadtatásra talált tárlatról az 1961-ben alakult művészeti kör vezetője Lackó Szilágyi Imre nyilatkozott televíziónknak. Ladányban vagy Magyarországban mindenfele azokat a kiállító helyeket, ilyen közösségi helyeket mindent bezártak. És nem volt bemutatkozási lehetőség, és a lányok, ismerősök által járkáltak itt, hogy jó, milyen szép hosszú folyosók vannak itt, próbáljuk meg. Aztán megbeszéltük a fürdő vezetéssel, és azt mondták, hogy igen, tegyünk, próbáljuk, hogy mennyire, milyen visszajelzést különösebben nem kaptunk még, de egy pár ismerős, akik személyesen ismerünk, azok gratuláltak. A püspökladányi képzőművészeti körvezetője elmondta, jelenleg a kör 6 tagjának képeit tekinthetik meg a látogatók. 6 ember kiállító, mondom, felsorolom őket, Kövesi Béláné, Margó, Tőke Imréné Ica, Fóriánné Vilma, ott a túlszoldalon, aztán Schléder Attiláné, Harai Gyöngyit hátul a kis portrékkal, és én ezen a oldalon. Egyébként a szakkörnek úgy 12 fő a nem mindig összejövő tagja, de azok az érdeklődők, akik festegetnek. Nagyon reméljük, hogy van olyan ember, akit ezt felvidít és gyógyítja, hogy így mondjam. Az alkotókat föltétlen. A fürdőgyógyászat munkatársai örömmel fogadták a kezdeményezést, tudtuk meg Szabó Mátétól, a Sárét Kincse püspökladányi gyógy és strandfürdő vezetőjétől. Mindenképpen nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy a helyi tehetségek, helyi művészek a remek műveiket itt a püspökladányi gyógyfürdő területén is kiállítják. Ez a koncepció, ez tavaly nyáron indult el. Ugye nagyon örültünk neki, mert egyrészt a helyi festők a festményeiket a úgymond a nagy világ, a nagy közönség elé ki tudják tárni, másrészt meg minket, a mi gyógyászati részünket azért ez mindenképpen felöltöztette és szebbé tette. Ugye a pihenni és gyógyulni vágyó vendégeink ezek a képek által még inkább tudnak pihenni és gyógyulni, tehát mi nagyon örültünk ennek, és úgy gondoljuk, hogy a helyi művészeket legalább mennyivel támogassuk, hogy így ki tudják tenni a képeiket. Szóval a koncepció ezt tavaly nyáron indult, nagyjából az volt a tervünk, hogy egy-két havonta cseréljük a képeket, ugye már több festőművész van, így rengeteg festménnyel, így minden hónapban, két havonta lecserélődnek a festmények. Szabó Máté elmondta, a képeket kamerarendszer védi. Hogy sajnos volt egy kis probléma ebből a téli időszakban, ugyanis 3 festményt eltulajdonítottak, és ugye amellett, hogy nagyon magas értékűek ezek a festmények, az eszmei értékük is nagyon magas, úgyhogy úgy tűnt, hogy ez a projekt meg fog állni. Aztán kialakítottunk egy kamerarendszert, amivel igyekszünk ezeket a problémákat orvosolni. Folyamatosan szeretnénk a képeket itt kiállítani. Most olyan tervünk is van, hogy a nyári időszakban ez a csoport baráti társaság ki fog menni a strand területére, és a strandunkat is esetleg papírra tudják vetni. Aztán bízom benne, hogy arról is egy kiállítást tudunk majd tartani, de mindenképpen meg kell nekik köszönnünk, mert tényleg nagyszerű munkáik vannak, vendégkönyvek is vannak, tehát azt észrevettük már az utóbbi időben, hogy a vendégkönyvekben elég szép számmal írnak a vendégek hozzászólás, gondolatot, és természetesen mindegyik pozitív jellegű. Összességében nagyon-nagyon pozitívak, igen, a visszajelzések.